Azt gondolom, hogy a közbenjárásnak a feladata, ami egyáltalán nem könnyű dolog, az elvben mindenkinek a lehetősége. Ezt az imádság egyik formájaként is ismeri a hívő ember. Mondok két ilyen nagy imádkozót. Az egyik Ábrahám, aki Sodomáért közben jár. Tévedés ne essék, nem az unoköcséért imádkozik csak, akkor, amikor megtudja, hogy Sodoma és Gomora sorsa megpecsételtetett, és el fog pusztulni a város, akkor nagyon emlékezetes, nagy piaci alkut folytat a mindenhatóval. Mondjuk így, hogy nyilvánosan kiteregeti azokat a szempontokat, amik alapján egy ember megpróbál még egy lehetőséget találni egy elbukott, elveszett világ számára, és ebben a beszélgetésben Ábrahám felidézi Isten előtt, hogy hát ha volnának igaz emberek is együtt a javíthatatlan gonoszokkal a két említett városban, és az alkuban, ahol 50-ről indulnak, eljutnak 10-ig, innen a gondolat a zsidóságon belül az imádkozó 10 férfi, vagy ma már a megváltozott világban a 10 nő jelenléte is olyan, amiért sokan küzdenek, én elfogadom, hogy ugyanúgy értékes az Isten előtt a nők imádsága, mint a férfiaké, de hogy lehetetlen, hogy reménytelen volna egy olyan település, egy olyan város, egy olyan kor helyzete, sorsa, jövője, ahol van 10 igaz ember. Mert őróluk nem csak azt feltételezzük, hogy bezárkózva imakamrájukban Isten zaklatják, hogy fordítson egyet a világ kaleidoszkópján, hogy kedvezőbb kép alakuljon ki, hanem képesek kimenni az utcára, képesek leülni, érvelni azokkal szemben, akik a maguk erőszakosságával megváltoztatják az örök törvényeket és az alapvető emberi igazságokat és jogokat. Tehát ahol van 10 igaz, ott nem reménytelen a jövő, mondja kimondatlanul is Ábrahám, amikor közben jár Sodomáért. Más kérdés, hogy nincs gyakorlatilag egy igaz semetlót és bizonytalan egzisztencia lelki értelemben Sodomában és Gomorában, hiába menekül meg aztán ő két lányával Istennek különleges kegyelméből, de még a maga szűkebb családját sem tudja megtartani, és azokat is, akiket úgymond megtart vagy magával ragad, azokat is más szempontból furcsán elveszíti. A másik ilyen nagy közbenjáró a főpolgármester által kevésbé lapozgatott bibliai részben Mózes, aki egy hosszú programban 40 évi vándorlás alatt formál néppé egy olyan embercsoportot, amely korábban csak a rabszolgaságnak a viszonyait és kapcsolatrendszerét ismerte, egyfajta alávetettséget. Nem kis munka ez. És ebből adódik, hogy újra és újra tapasztalja azokat a reflexeket, amelyek a rabszolgaság természetes gyümölcsei, termékei. Maga az az ima, amit mindig újra megpróbálunk értelmezni Istenről, mint ezeriziglen, tehát örökkévaló módon irgalmas, türelmes, és a jó döntéseket bevárni kész Istenről beszél. Nekünk követhetőbb lenne egy fekete-fehér döntéseket hozó Isten, aki mindent azonnal megtorol, és azonnal
kiemeli a céljai szempontjából használható egyedeket, és a többieket veszni hagyja, de egy ilyen bíbelődő Isten vívódó és kegyelmes, azt mondanók, hogy egy gyönge Isten képe bontakozik ki a szónak, nem abban az értelmében, hogy dönteni képtelen, hogy megvezethető, hogy a rossz szándékoknak alávethető Isten volna, de a türelme mindenképpen türelmetlenséget munkál bennünk is. Tehát ez az egyik fele, ami oly érthetetlen, az Úr irgalmas, hosszú tűrő, gonosz miatt is bánkódó, mondja egy másik feldolgozásban a Biblia. De a másik fele még nehezebben magyarázható, ahol azt mondja önmagáról az Úr, hogy irgalmas ezeriziglen, megbocsát bűnt és hamisságot, de számon kéri a bűnt, harmad és negyediziglen azoknál, akik nem akarnak változni. És hát erről sokféle gondolatunk támad és felerősíti a számon kérem szót a gyönge és önmagából kiinduló egzegézis, mintha Isten egy számon kérő, szigorú apa lenne, akinek a figyelmét semmiféle papírfecni és ellenőrző béli apró beírás nem kerüli el, és rögtön nyúl a fegyelmező eszközért. Pedig nem erről szól a szöveg, hanem arról, hogy Isten harmad és negyed iziglen visszamenőleg vizsgálja egy adott tettnek a hátterét, és kénytelen bekalkulálni, tudomásul venni, beszámítani azt, hogy aki azt az aranyborjút mondjuk összekalapálta a maga nevetséges és szerencsétlen módján, az több generációra visszamenőleg alávetett szerepben volt, önbecsülését tekintve, lehetőségeit tekintve nem volt elképzelésük se a korábbi generációknak arról, hogy mi lenne, ha ők szabadok volnának. Tehát ez a mesék világába tartozott, hogy ők szabadok is lehetnének. Hát akkor most, amikor tényleg szabadok és nem tudnak vele élni, nem tehetünk úgy, mintha nem lenne a háttérben ott ez a súlyos teher. Mondjuk lefordítsam ezt a mai magyar valóságra, akkor azt mondhatom, hogy azokban a családokban, ahol már a rendszerváltás környékén kiderült, hogy nincs piacképes szakmaismeret, és az adott személy a munkaerőpiacon fölösleggé vált, mert nincs szükség arra munkaerőre, aztán az elmúlt 20-valahány évben, negyed században hasonló módon nőtt fel az ő fia, és most az unokája van az élet kapujában, aki nem látott másod-harmad iziglen olyan példát, hogy a szülők meg tudnak élni a kétkezi munkájukból, és most ott vagyunk egy ügyben, hogy ő hozzányúlt valamihez, aminek az anyagi átterét nem ő teremtette meg. És nagyon egyszerű lenne azt mondani, hogy tolvaj, bűnöző, sőt, hát társadalmi körét, fajtáját, ahogy ezt itt mondani szokták, jellemzi a bűn, holott le kellene ülni és visszamenni másod, harmad, negyed iziglenig, megvizsgálni, hogy amit ő lát, ahogy ő szeretne mégis a maga egyszeri kis életében szintén boldog lenni, és értékeket látni és használni. Vajon képes-e rá? Vajon megadatik-e neki az, hogy kitörjön ebből a szörnyű rabszolgaságból? Mert a rabszolgaság az
abban is tetten érhető, hogy valaki hozzáfér azokhoz a javakhoz, ami az oktatást, a munkahelyet és egyebet illeti. Tehát amikor Mózes közben jár, és hallja, hogy Istennek ez a neve, akkor megerősödik abban a gondolatban, hogy olyan valaki előtt áll, olyan valakinek az értékei alapján kell neki, mint vezetőnek igazságot tenni, tovább lépni, és mégis folytatni a jobb jövőnek és a hazának az emelkedettebb társadalmi létnek a keresését, aki mérlegel és beszámítja az elmúlt idő adottságait is, amikor mérlegre teszi az adott szemét, és úgy dönt, hogy annak ellenére, hogy ez a mostani lépés, döntés hibás, bűnös volt, annak ellenére nem szabad lemondani az adott szeméről, vagy népcsoportról. Az új szövetség is ilyen szerepben látja többek között Jézust, aki közben járó, aki a végsőkig elmenve szorul be az önző, bűnös ember és az igazságos Isten közé, és lesz egy ütköző ponttá kettő között, és kész átvenni az általa szeretett, mindennél jobban szeretett embernek a bűnét, azt a terhet, ami elválasztja az igaz és hibátlan Istentől, és ezzel lesz közben járó, esedezik értünk, mondja a Biblia. Erre azért van szükség, mert nem egyértelmű, hogy megérdemelnők azt a kegyet, amit a mindenható gyakorolhat felénk.